Sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Good Vibes, az én nevem Attila. Ma egy finom édességet fogunk elkészíteni, erdélyi ordás palacsintáról beszélünk. Aki nem tudná, hogy mi az orda a sajtnak egy mellékterméke. Mikor a sajtot kivettük a tejből, visszamarad az író, ezt feltesszük fölni, amikor felfő a habja, akkor egy ordaszűrővel leszedik a mellékterméket, ez az orda. Lássuk, hogy milyen alapanyagok kellenek nekünk az ordás palacsintánkhoz. Szükségünk lesz tejre, sóra, cukorra, lisztre, egy kis tejfölre, sütőpor, kell egy kis sütőpor, egy kis kapor, szükségünk lesz egy lisztre, víz, tojás és az orda. Nagyjából ezek az alapanyagok. Lássunk is neki. Két tojást fogunk használni a palacsinta tésztájához. Kevés cukrot teszek hozzá, körülbelül 2-3 kanálnyit. Így jöhet a sütőpor. Így. És elindítjuk a keverést. A keverés közben szép lassan adok hozzá egy kis lisztet. Én inkább tejet szeretek hozzáadni, hogy legyen sokkal finomabb lesz a tejtől. Inkább több tejet, mint vizet adok hozzá, szodavizet én nem szoktam használni. Palacsintához szerintem sokat nem kell mondani, hogy mennyit kell tenni hozzá a palacsinta tésztához, mindenki ezt másképp csinálja. Ja, és ne felejtsünk el egy kicsit sót is adni hozzá, nem sokat, éppen egy jó csipetnyit, egy jó nagy csipetnyit. Egy kicsit csaltam itt, hogy könnyebben csináljam meg, a robotgépet használok, de ezt lehet kézzel is kikeverni természetesen. Én liter tejjel szoktam csinálni, annyi lisztet szoktam hozzáadni, amennyit felvesz ez a mennyiségű tej, szép lassan adagoló, legyen az a jó állaga, amit meg lehet könnyen sütni. Jöhet hozzá egy kis olaj. Ez szerintem mindenki tudja, hogy mennyit kell hozzátenni, amit kell. Attól függ, milyen serpenyünk van, lehet, hogy egy kicsit többet teszünk hozzá, egy kicsit kevesebbet. Nagyon jól néz ki, ebben nagyjából meg is volnánk. Szépen leállítjuk, félre is tesszük. Álljunk neki az orda elkészítésének, nagyon egyszerű, kb. 250 g ordát használunk hozzá. Ehhez jön egy tojássárgája. Így ne, jöhet egy kis tejföl, ezt meglátjuk, hogy mennyi kell. Jöhet egy kis cukor, nem túl sok. Egy pici sót is teszek hozzá. Egy csipetnyi. Maga a bevés egy kicsit sósabb, mint általában. Jöhet a kapor, és összekeverjük. Hogyha még szükség lesz, akkor még teszünk hozzá egy kis tejpölt, vagy lágyítsuk egy kicsit fel a tésztát. Jobb lett volna a zöld kapor, most sajnos nekem csak szárított kapor van. Így nem, lássuk az ízet. Ez még egy kis tejföl. És egy pici cukor még jöhet. Így. Jó. Ebben nagyjából meg is volnám. Az az igazság, hogy ez tényleg ugye a finom ízét a kapor adja ki, adja meg, és hogyha zöld kaprod van, annál jobb. Eszünk még egy kis kaprot hozzá, azért az kiszárítóknak nincs meg az az intenzitása. Így ne. Na, az ordával meg is vagyunk, álljunk neki sütni palacsintát. Palacsinta sütésről sokat nem kell mondani, szerintem mindenki tud palacsintát sütni, vagy sütött, vagy fog. Kell egy jól felhelyített palacsinta sütő, és ennyi.
Na, úgy tűnik megvagyunk a finom palacsintánkkal, nincs más dolgunk, mint hogy megkenjük a palacsintát az ortával. Így ne, adunk neki jó bőven. Arra gondoltam, hogy megleplek titeket, és csinálunk egy furfangosságot a palacsintával, kétszer sütött palacsintát csinálunk. Mindjárt meglátjátok, hogy hogy is lesz ez. Meg is vannánk a finom palacsintánkkal, most a következőt fogjuk csinálni. Veszünk egy tepsüt. Én jelenleg egy ilyen kisebb tepsüt fogok venni. Fogjuk a tepsünket és jó vastagon kivajazzuk, mikor kezd sülni, ad egy jó karamelles ízt a palacsintáknak. Következő lépésünk, veszük a palacsintákat, így felvágjuk kisebb, körülbelül háromba vágjuk őket, így ne, sorba így lehelyezzük egyiket a másik mellé. Miután megvan, készítünk egy finom szószt, amit ráöntünk. Így ne. Körülbelül 350 ml 350 g tejfölt teszünk hozzá, kövér tejfölt. Szószhoz. Hozzáteszünk két evőkanál cukrot. Hozzáadunk két evőkanál cukrot. Egy, kettő. Jön egy tojás sárgája. Egy kicsit megbolondítsuk az ízét. Ráreszeljük egy citromnak a héját. Mielőtt használjuk a citromot, mindig mossuk meg jól. Meg is volnánk vele. Nem marad más hátra, mint hogy jól összekeverjük. És rátöltsük a palacsintákra, hogy jól szívódjon oda be közéjük. Hogy ne. Ez nagyon jó lesz. Kalóriadús palacsintáink lesznek, de egyszer élünk, próbáljátok ki. Nem marad más hátra, mint a 180 fokra előmelegített sütőbe berakjuk egy olyan 15-20 percre, és meglátjuk, mi lesz a végeredmény. Meg is vagyunk a kétszer sült palacsintánkkal, megvárjuk, hogy hűljön ki egy kicsit, biztos, hogy finom lesz. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjátok meg a like gombot. A komment szekcióban várom észrevételeteket, és véleményetekre is kíváncsi vagyok a videóval kapcsolatban. Ne felejtsetek el a csengőre kattintani, hogy elsőként láthassátok az új videókat. Iratkozzatok fel, evel is segítitek a csatorna fejlődését. Köszönöm szépen, sziasztok!